Sziasztok! Gergő és Dávid vagyunk a Sneakerbox-tól. Ez még mindig a Kickstarter 4-20-as vlog sorozatunk. Remélhetőleg már láttátok on-fit, out-fit és interjú vlogunk első és második epizódját. Még mindig van anyagunk, úgyhogy nézzétek meg a harmadik részt. Talán a Travis Scott Jordan 1-et. Az új Yeezy 700-ból a full feketét, a van tehát. Travis Scott 1-es és még a Sakari. Hát, Travis Scott Jordan 1, arra biztos, hogy rámegyek. Más nagyra nem. Adtál el, vagy vettél-e már valaha Rissellben cipót? Igen, csinálom. Még itt Kárgén nem adtam el, de jövőre tervezek, nincs csak neten csapatok. Rissában is adtam el, meg vettem is, úgyhogy ezt kipipáltam magamnak. Igen, elég sok mindent. Igen, viszont nem itt, nem a rendezvényen. Mit gondolsz a Rissellerekről? Hát, mi ahogy én is csinálom, így csak jót tudok mondani róluk. Hát, nem tudom, inkább nem fejtem ki. Van amelyik kedves, van amelyik. Hát, adhatnák olcsóbban a cipőket, de ez StockX-től függ. Resellerekről? Hát azt gondolom, hogy nagyon, tehát hogy csak úgy nem lesz valakiből reseller, fontos, hogy, hogy ismerje a kultúrát, és ugye akár csak hogyha a StockX-ra gondolunk, ami a cipőtőzsdéjének, vagy a streetwear tőzsdéjének nevezi magát, nyilván rá kell tudni érezni arra, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem megy, és azt gondolom, hogy ezen mondjuk túlmutat az, hogy mi a hype, vagy mi a nem hype. Kell hozzá egy érték. Hát, hogy még igazából ő játszorok, működik az egész piac szóval. Mit gondolsz azokról, akiknek koszos, vagy büdös a sneaker? Arról, hogy büdös, arról ő, tehát az, hogy koszos, az meg járulékos dolog. Én azt mondom, hogy inkább hordjuk, és hogyha meg koszos lesz, akkor ez van. Elítélem őket. Hát, legfontosabb rugadarabunk egyértelműen a cipő, szóval szerintem vigyáznunk kéne és takarítani rendesen. Igénytelenek. Igazából azt gondolom, hogy ha valaki egy koszos vagy büdös cipőbe érkezik egy sneaker eseményre, az saját magát minősíti.
fennről. Érdekes trend, nekem valami tetszik, valami túlzás, de úgy általában azok nem hozzá. Nekem tetszik, de nem az világban tetszik. Adom, király szerintem. Nekem a Decsuk nagyon bejönnek, igazából a Yeezy 500, ami a legjobban megfogott eddig, de igazából az összes szerintem nagyon király. Hát jó, hogy visszajönnek a divatba. Mit üzensz az idősebb sneakerheadeknek? Tartsák minden magukat, nem tudom. Hát, csak kitartás és ugyanúgy. Azt, hogy róluk kell poéldát lenni nagy részt. Mit üzensz a fiatalabb sneakerheadeknek? Tiszteljék a múltat, mert azt gondolom, hogy egészen fantasztikus modellek vannak, és nem csak azokban a kategóriákban, amit mindenki unásig ismer, a Jordan 1-esek, az Air Max-ek, illetve a most visszajövő Adidas sziluettek. Én ugye kosarazom, mai napig a kosárlabda cipőkre áll rá jobban a szemem, és azt gondolom, hogy az elmúlt 20-30 évben, főleg a 90-es években volt az aranykorszak, azokat érdemes tisztelettel megjelenni, hogy mikor jön ki valami újabb lépő. Majd ne költsenek annyi pénzre, Jézusom, szörnyű. Ne csak a hype-ra menjenek, hanem olvassanak utána, hogy mi is a története a cipőknek, mert vannak olyan jó történetek hozzájuk, hogy elmondhatok.